kapta még össze a pakot Bodó. Nagy lövés, ó, mekkora gól! Még a kaput is elmozdította, talán ez már Hetényi volt. Háramen, legerősebb sora most fent a jégen. Nagy lövés, ott az újabb gól! Szilveszt 4-2-re módosítja az állást. Ez egy nagy indítás, és az első zicser, az első lehetőség benn is van. Vezet a Gyergyó együttese Háranen, aki kihasználja ezt a lehetőséget. Újabb érkező Brensz Orbán. Hozzá kerül vissza némi szerencsével. Ú, az mekkora passz volt. Hát ez a Bodó-Orbán páros kapcsolat, ez már nagyon sok éve működik itt az Erste Ligában, ez egy gyönyörű gól. Sem fokozta a jó kedvet. Di Diomete! Hatalmas gólt lő! García. Grestește García. Și gol până la urmă. Kölcsönkenyér visszajár alapon megfogta a gyergyói játékos ütőjét is. De marad a korong a vendégeknél, és ki is használják kegyetlenül. Szigeti a letámadó ember. Oly, de nagy passz Szigetitől! Mekkora gólpasszt adott így! Szabó volt. Jól lépett a Tlanka, Vince. Jó, mekkora lövés volt! Vince Péter. Jó passz. Előre nem jön olyan, aki lőhetne, jön! És vezet a Gyergyói Hoki Klub! 50 másodperc van most már csak a Gyergyói emberelőnyből gól! Középen hozzáér Vince! Száli szerepel, de nézzük, egy újabb Gyergyói kiugrás is, megvan a második találat. Estében lőtte be a korongot a 84-es számú. Bodó. Jól hagyja a Trankának, Tranka begyalogol, Tranka gól! Senki nem zavarta Daniel Trankát! Ütközés. Jó volt a blokk, ezzel pedig Szilvesztre bemehet. Szilvesztre helyzetben, Szilvesztre gól! Sebastian Szilvesztre felvarja, a Gyergyó pedig vezet. Lepattan a kapusról, és Dóci lövi ki végül, de csak néhány pillanatra. Christopher Bodó helyzetben, Bodó lő! És mekkora gólt szerez Christopher Bodó! 3-2! Bodóék, már létszám fölényben a GHK. Jó lövés, gól! Így nem lesz kiállítás! Jó passz! Jalonen, gól! Jimmy Jalonen! Korongszerzés, egy jó indítás, szóló, Szilvesztre, Szilvesztre, gól! Hogy megcsinálta Rajnál Sebastian Szilvesztre? Ferencváros két magyar szakvezetője. Nagy játék, ott a második gól. Ezt szépen kisakkozták megint a gyergyóiak. Eldőlhet a mérkőzés! Rasmus Kulmara nem dönti el a mérkőzést! Névrokona és honfitársa védett, és már a lehetőség a túloldalon. Haranen visszapasszolja, nyer a GHK! Krisz Bodó a győzelem kulcsa! A sportnak nagyon gyorsan válasz volt, de lássuk! Lássuk ezt a helyzetet, és ott a gól. Ott négy. Pocsognak a gólok, kérem szépen itt Csíkszeredában. Engedték a játékvezetőt, Bodó. Juha, ott a 7-5. Ott a 7-5. Brensz Orbán, Bodó passzából. Petrude relatív kosú, Vincent Trémia Brassován, ott Jalonen. Gözit, Szilvesztre. Most kezdek nyomni a Gyergyó, Bodó, ez is ott van, gól! 3-3! Bodó Orbán, Bodó kéri, Orbán adja, Bodó kapja, gól! 22 másodperccel a vége előtt! Kapásra Haranennek, gó-hó! Császár, jó passz, ez lövőhelyzet, egyértelműen Tóth Károly véd, ismételni is lett gól. Tranka gól szerző. Újabb gyergyói korongszerzés. Vince gól! Vince Péter megszerzi a második gyergyói gól. Ki remekül ment oda, és próbált meg zavarni, ez pedig egy hatalmas Vince Péter helyzet, és Vince Péter be is lövi. Legyen izgalmas a vége, és azért is, hogy ajaj, ez egy remek szóló. És ott van az újabb gól. Azt a mindenség, itt mi volt ez? Lérán. Ne adjuk el hátul a korongót. És most jönnek Krisz Bodóik. Krisz Bodó belövi, és eldőlt!
egy eladott korong elég volt hozzá hátul. Utolsó 2 percen belül Haranen hozza felfelé. Jó a passz. Összezárnak középen Haranen. Ez is jó. Orbán gól! Prince Orbán kiegyenlít! 1-1! Mind a morális, mind a fizikai fáradtságon. Sárpát kiviszi be Szilvesztre. Szilvesztre gól! Gól! A Gyergyó azonnal eldönti. Ez nem lett hosszú. 1-0-ra vezet a szériában a GHK. 2-1-ben megy el a Gyergyó. Császár Szigeti kéri. Szigeti! Nincsen bent. De gól! Szigeti Ákos lövése becsúszik. 3-3! Kuba Bors face pressing. Vine și Orban. Și iată că îl găsește pe Bodo. Lövési kísérlet. Figyelnie kell Orbánnak. Jól teszi oda Haranen felé. Többet is ígérhet ez a helyzet. Lövés, gól! Pince Péter, hogy felragasztja! Haranen, Silvestre. Și găsește o execuție spectaculoasă pe Becken. És megint brassói korongszertes. Garcia. Koger. Koger nem jön be a Csele Imrével szemben. Hú, de kellett az az Imre belépő. Most 2-1-ben elmegy a Gyergyó. Szigeti! Passz! Gól! Gól! A Gyergyó bejut az Erste Liga döntőjébe! A szerzik a vendége. Aztán elrobog bele Sebastian Silvestre. Silvestre gól! Meglövi a gólját ezen a mérkőzésen is. A ferencvárosi védelmen a GHK. Ez nagyon jó volt. Silvestre tovább. Silvestre gól! Jaj, de szépen csinálták! Christopher Bodo! Aztán egy bunyó. Didio Mete. Rabállal. Egyelőre nem akar megszületni az egyenlítés. Petrovic. Nagy passz! Helyzet! Linde! Úgy tetszik érkezett a finálébe. És ahhoz, hogy teszi át a másik oldalra, és ott van a szépítés. 2-1. Ez mindenképpen fontos volt a Gyergyónak, hogy viszonylag gyorsan jöjjön egy gól. És akár még a kék vonalon is átérte volna. Itt viszont most ülő, és a kipattanó követően ott az egyenlítés. Sándor Székely Otto, aki keresztpassz volt 3-3-ban, Orbán át a másik oldalra, ott az Itzer! Várnék meg egy kicsit, mert ha hátvéd tolta bele a csatát. Szilveszről a gólszerző, de meglátjuk, hogy megadják-e. Ha egyébként... Mert ez igazzal ment el a többi idő. Császár. Fejes. Császár újra. A váltás, fejes nem lő, császár, gyönyörű játék, keresztpassz, hogy de szép! Trancka a gólszerző! 4-3 ember előnyös gól. Gyergyói van, és ebből helyzet lett, de nem csak helyzet, hanem gól is. Szépít a Gyergyó Silló révén. Bodo tovább, vonákkal vékonyan, Szilveszre nagy lendülete, gól! Szilveszre góljával zárkózik a Gyergyó, 3-2. Alapvetően stabilan fel tudott állni a támadó harmadban, közben Bodo ugrik ki. Ott a gól! És ott a vezetés! Az bármire elég, nagyon sok minden elég lehet, ráadásul még ez a 20 másodperc is van, egy kipattanó, és ott a második gól! Szilveszre! És most tud felszabadítani egy GHK, egy kőkemény ütközés közben Imre a másik oldalon. Éles szögben, és ott a kipattanó a negyedik GHK góllal. Vezet a Gyergyó! A negyedik perc végén Orbán lövése után a harckészültségbe dobta magát Linde, és még átért. Haranen. Jó a negyedül. Haranen szóló! Beüti! 3-3! Elattartak el nagyon a védőknek. Megyik előre a hibóban egyébként az esélyes nő. Hoppá! Perc eltelik a gyergyói emberölönyből, különösebb veszélyokozás nélkül, de van még 60 másodperc, és ez pokolja hosszú tud lenni. Pláne így, ha beleérnek! Megint kihasználja az emberölönyét a Gyergyó, és megint a kapu előtt a beleérés. 5 másodperccel még hátra. És itt a vége. Ez pedig a
gergyói hoki klub, amely a hetedik mérkőzésen 2-1-re győzi az FTC Telekomot. Ugyanúgy 2-1 a vége, csak ezúttal rendes játékidőben, mint az elődöntőben a Brassó ellen. A klub történetének és a város történetének ez nyugodtan kijelenthetjük legnagyobb sikere. A gergyói hoki klubtán Szilasi Zoltán vezetésével felére csúcsra, és megnyeri a jégkorong Erste Ligát. Alapszakasz is jól sikerült, mert az a második helyzet kirakatva illő, és utána túlélik a hetedik meccset elődöntőben, overtime-ban. Innen 1-3-ról visszajönnek, ha ide veszik OB1-et, akkor másodjára forduljon elő. Gratulálunk!